Az előző években a járvány miatt nem lehetett hagyományos keretek között megrendezni az Arak évzáróját, és bár most összegyűlhettek a Fehérvári Akadémia versenyzői és edzői, a bizonytalanság megint ott van a levegőben, természetesen a gazdasági nehézségek miatt. Mi is erősen megéreztük az utóbbi év gazdasági és energiaválságának a hatásait, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt három év, 20-21 és ez az év is, már lassan a szokatlant kezdjük megszokni, amit nagyon nem szeretnénk. Mi azt szeretnénk, hogyha egy nyugodt béke év lenne, amikor nyugodtan tudjuk azokat a feladatainkat ellátni, amiért egyébként összeállt az Egyesület. A szakmai munka színvonalára nem lehet panasz, ezt idén is eredmények igazolták. Négyen a korosztályos világversenyekre is eljutottak, Trenka Ádám, Kerék Patrik, Mészáros Balázs és Mohai Regina többször megmutathatta nemzetközi szintű tehetségét. Ami a pozitívumok mellett csalódás, hogy az egyetemek elszívó hatása miatt a legjobbak idősebb korukban elhagyják az Egyesületet a főváros kedvéért, így doktrína váltásra van szükség az Araknál. A legjobb tanítványink az elmúlt években 20-tól csak négy nevet mondok, Andrész Klaudia, Mátósára, Takács Boglárka és ebben az évben már Uhai Regina is Budapesten folytatja sportpályafutását. Jól fogjuk feldolgozni azt a tényt, hogy mi tényleg csak utánpótlás neveléssel kell, hogy foglalkozzunk. Ehhez egyébként most olyan programot is dolgoztunk ki, aminek a következtében nem a mennyiség, hanem a minőség felé fogunk fordulni. A jövő tehát az újabb tehetségek felfedezéséé és képzéséé, amihez szerencsére a személyi és koncepcióbeli feltételek is adva vannak az Araknál, többek között a megújult Arak aktív programnak köszönhetően. A bizonytalanság a következő évben is még ott lebeg körülöttünk, nem tudjuk, hogy milyen anyagi eszközökkel fogunk dolgozni. A személyi összetétel, a szakembergárdáink az megvan az Egyesületnek ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk. Az Arak aktívnak ez a megújított felméréseken alapuló kiválasztó programja, ez nagyon sok lehetőséget nyújt. Ezzel a kondícióval, ami idén állt rendelkezésünkre, és a jövőre is a rendelkezésünkre, illetve ezzel a szakembergárdával meg tudjuk oldani. Aztán, hogy ebből hogyan tudunk majd tovább lépni, ezt meglátjuk, ez a kitérési pont. Ami pedig a most köszöntött legjobbakat illeti, idén 24 első, 22 második és 11 harmadik helyet szereztek az arakosok az országos bajnokságokon.